te is vajon ennyire szeretsz bennünket, amennyire mi szeretünk téged? Hát egymás nélkül nem tudtunk volna semmire sem menni, mondjuk már ki őszintén, hát ez nem úgy megy, hogy én, hát ez nem így működik. Hát mindenkinek megvan a maga reszortja, most például, ha te nem ültnél ott, akkor én hogy tudnék veled beszélni? Ha én nem ülnék itt, akkor te hogy tudnál tőlem kérdezni? Lenne itt más, de attól nem tudnál kérdezni. Ebben teljesen igazad van, csak valahogy, mintha kevesebb lehetőséget adnál nekünk, hogy a televízióban találkozzunk, hogy ott beszélgessünk. Az új időkben rengeteg a tolulás. Mindenki nyomul. Azt hitték az emberek, hogy a rendszerváltástól tehetségesek lesznek. Hát ez nem azon múlik. Valaki vagy tehetséges, vagy nem. Az magánügy, hogy milyen párttal szimpatizál. De az nem tehetség kérdése. Na most annyira mindenki, hogy majd meg kell mutatni. Hát én meg eddig is úgy csináltam, ezután is úgy csinálom, hogy amikor valami anyag elkészül, a műhely az nem a televízió. Voltam főmunkatárs, mindenkit szerettem, engem mindenki, azért vettek oda, és ott nem lehet szülni. Ott az van, hogy csendet kérek, felvétel. Tehát az, hogy valami szülessen, ahhoz kis műhelyek kellenek. A színház, ahol a közönséggel élőben, így pak, egyen, a bakid, ami ott történik. És ha az ott jó baki, jó történik, akkor azt megmentjük, és azt mondja, hú, most találtam ki, pedig nem. Na most a televízió az egy felvételi hely, hogy na, anyag megvan? Megvan, vegyük föl, tessék, a gól. Hát előtte nincs gól, csak amikor gól van, fölveszi, ó, milyen gól volt. Otthon nem tud gólt rúgni. A televízió ilyen, ez nem harag kérdése. Kollégák, igen, rendesen, rengeteget hívtak. Nincs az, amivel ki lehessen állni. De én megfizetjük. Nem pénzkérdés. Ott kezdődik a baj, amikor, ja, pénzért, akkor megyek. Űrt kell maga után csinálni az embernek, akkor van ennyi újságíró. Az emberek általában úgy szokták megkülönböztetni a szilvesztereket, ezt nyilván te is hallottad. Lesz igen. Hofi, vagy nem lesz Hofi? Lehetséges az, hogy eltelhet egy egész év, anélkül, hogy összejönne egy fél órás, egy órás, másfél órás Hofi műsor a televízióban? Az egy év az úgy telik el, hogy szinte a Madácskamarában két hetente új műsor megy. Mivel annyira felgyorsult az életünk. Ugye régen volt egy poén, vagy egy mondani való, akkor amíg az lejárt, addig eltelt egy hosszú idő. Most a tévéhíradót megnézem, berohanok az előadásra, amire beérek, már nem aktuális. Na most akkor azzal már nem lehet kiállni, a tévé elése. Milyen gyakran mehetek el a színházba? Amikor akarsz. Minden nap van Madács színház? Minden nap nincsen, de most már heti három az. Az már van. Heti három? Igen. Hát most nyári szünet van, de annyi volt, és most ősztől annyi lesz. Ez nagyon jó hír nekünk. Ezek szerint akkor te is, kedves anyósod is, kitűnően egészségnek örvend már. Igen. Így van? Én kitűnően érzem magam. Annyit elárulhatunk, hogy most itt a díjátadása, mintha egy könycseppet láttunk volna megcsilladni. Abban a szemedben is, amelyet... Hát az esett rám az első követ, aki oda tud állni, és ilyenkor ezer gondolat úgy nem cikázik át az agyán, vagy a fején. Na, nagyképű voltam. Azt hiszem elmondhatjuk a nézőknek, hogy az, ahol most beszélgetünk, ez hát az ország... Hát ezt csak megismeri. Én faragtam a Lampériát, nézd meg. Igen, ez az országház. Parlament Nándorfehérvár terve. Szóval... Nálunk beszélgetünk. Tudod, majd nem mutatom a konyhát is. Bizonyos jelek arra utaltak, hogy nem feltétlenül mindenkivel futsz össze itt ebben a házban szívesen. Ennyit elmondhatunk? Hát persze, hogy elmondhat. Hát a pályámon, azt mondtak, hogy a pályámon volt, aki aragudott rám, volt, aki szeretett, stb. Ez a sikernek a titka.
hogyha mindenki szeretne, akkor nem végeztem volna 35 év alatt semmit. Akkor ugattam volna össze-vissza, hát valakinek kell, hogy rosszul essen. Hát azt akarom, mert amit ő csinál, az nekünk esik rosszul. Tehát akkor legalább érezze, hogy na hát azért nem mindenkinek. Nagyon súlyos kérdés, hogyha én most azt megkérdezem, hogy mit látsz a röntgen szemeiddel? Hát súlyos. Hát azt, amit te is látsz, csak te mondjuk nem foglalkozol vele, nem is dolgod, de azért érint. Hát amit most nem egymásból induljunk ki. Kimész az utcára, és amivel az emberek foglalkoznak, hát azt látom. Jó felé megyünk? Nem jós vagyok, én parodista.